Na, hello, szevasztok! A legutóbbi Painkiller videóban, ugye az első fejezet végén volt ott egy 41 másodperces boss, és ott többen kértétek, hogy legyen folytatás, úgyhogy légyen hát, legyen akkor, szenvedjük tovább közösen ezt a egyelőre eddig igencsak borzalmasan rossz FPS játékot. Kártyám nincs, ugye? De van! Egy kártyám van! Ez itt micsoda? Your every step damages... Hát szerintem... Most mit bánom én? Legyen. Halló. Jössz. Hey, mivel kell aktiváljam? Ez aktív kártya, és ezek itt a passzívok, ugye? Igen, így van, így írja is. Hát ez fingom sincs, hogy kell aktiválnom a kártyát, de szerintem... Úgyis el fogom felejteni, nem gondolok rá, na. Zó, hát és akkor szokás szerint, ahogy eddig is, szenvedjük végig közösen együtt ezt a borzalmasan lassú töltő képernyőt. Még egyszer, a játék SSD-n van, és nincs bekapcsolva a V-Sync, ugye, és a V-Sync az ugye, hozzá van kapcsolva a framerate-hez, mármint a töltési idő van hozzá kapcsolva a framerate-hez, ugye bekapcsolod a vízinket, akkor a töltési idő sokszorosára növekedik. Nem 2-3 percig tart, hanem 23 percig. Vagy még tovább, nem tudom. Zó, hát remélem a játék nem fog üvöltözni. Nem változtattam semmit a legutóbbi játék óta, nem nyúltam hozzá a játék. Ein toller Tag für einen Spaziergang durch das Fegefeuer. Also. Mi történik? Aha. Vannak ilyen érdekes lények itt. Áú. Jaj, ezek gurulnak! Aha. Hát te ki vagy? Mindjárt meghalok, nézd már, ezek a kis dögök ölnek meg mindjárt. Áú. Kéne egy erős a fegyver, nem? Hüha. Hüha. Hát jó. A véleményem továbbra sem változott, szerintem a játék katasztrofálisan van balanszolva, pontosabban sehogy nincs balanszolva, mert a balansz az egy totális katasztrófa. De azért megpróbálok visszarázódni. Érdekes, hogy ezeknek a kis guruló izéknek elképesztően sok HP-juk van. Tehát életerejük. Hát mennyi soti lövést kibírnak? 4-5-öt? Mennyit kell belelőni egybe? 4-5-öt kell, azt hiszem. De 3-at minimum. Na hát igen, most látjátok, hogy miért nem szerencsés meghalni ebben a játékban. Ein toller Tag für einen durch das Fegefeuer. Aha! Csak a megfelelő fegyvert kell megtalálni ezek ellen. Aha!
Viselkedj! Nem! Viselkedj! Küss meinen halbdämonischen Arsch! Mi történik? Mi történik? Jó? Lecker. Es geht nichts über den Geruch von dunklen Seelen anhalten. Au! Na! De azért a játék még... Igen. Tehát ugyan megölted az összes ellenfelet, de azért a játék még úgy sebez mindenféle véletlenszerű meteorokkal. Látod? Látod? Ezt mondom. Igen. Tehát... já. Jó, tehát a kis dögökkel, kis guruló dögök ellen a hílpuska kell. Na, ezt most már tudjuk. Hát remélem, hogy ezek a meteorok megszűnnek innentől. Hello! Én nem tudom, mi van az itteni ellenfelekkel, de az egyszerű ellenfelek iszonyatosan szívósak. Annyi sati lövést kibírnak, hogy ez hihetetlen. Hát ezek ellen a soti nem ér semmit. Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy ezen ellenfelek ellen a soti sajnos az égvilágon semmit sem ér. Várja, milyen fegyvereink is vannak? Hát... nyá, meg... Tényleg még ez is van. Ó, oké. Ugye aztán valamelyik korábbi részben mondtam, hogy ha csak az egyik fegyverhez lehetne kérni végtelen mennyiségű muníciót, akkor a nyílpuska lenne az, mert az messze a legerősebb az összes közül, az a megérzésem. Kis pénz. Jó. Mi? Alter! Das ist das Problem mit echten Dämonen. Wir haben kein Durchhaltevermögen. Na! Van egy olyan aprócska probléma. Es geht nichts über den Geruch von dunklen Seelen am Morgen. Van egy aprócska probléma. Lecker. Nincs már sok élet. Es geht nichts über den Geruch von dunklen Seelen am Morgen. Igen, van még 65, de... Jaj, de jó! Küss meinen halbdämonischen Arsch! Az. Mondtam, messze a nyílpuska a legeslegjobb fegyver eddig. Torony magasan a legjobb. Messze a legjobb fegyver. Sokkal-sokkal erősebb, mint az összes többi. Ez is az bizonyítja, amit mondtam. Ez megint... engem erősít meg, hogy a játékban a balansz az egy totális katasztrófa. Most mihez kaptam muníciót egyéb? Ehhez. Ez sem olyan rossz... De azért na...
Viszont a dinamikus felhőzet az tetszik. Tehát, hogy nem estatikus kép az égbolt. Látjátok, hogy szépen mennek a felhők, ugye? Oda néz. Ez mondjuk egy olyan apróság, amit én nagyon tudok értékelni játékokban, amikor apró részletekre odafigyelnek, csak itt... azért fontosabb dolgokra már nem figyeltek oda. 150 izé. Megpróbálhatom ezt használni. Mi a lószitrom van itt? Mi van ottan? Te, ezek egymással veszekednek, most látom. Hát akkor ki kell használni, he? Au. Hoppá. Nézd meg, kettő rakét... És ha felrobbantom az autót... Shit. Várjál. Megoldom. Wow, beragadok. Ne ragadjak be. Shoti lősza, ez kell nekünk, ez a legfontosabb. Mondjuk erre nem számítottam, hogy itt különböző ellenfelek itt egymással fognak veszekedni, de ez nem rossz egyébként. Ez egy kellemes meglepetés volt. Wiu. A zsaruk. Azonban ez túl gyorsan eszi a lőszart, ez nagyon hamar kifogy. Ez mit is tud? Ja, ezt. Ezt a tört, elmondom őszintén, az nem szeretem, mert nem tudom használni. Hey! Das ist das Problem mit echten Dämonen. Die haben kein Durchhaltevermögen. De most miért nem tudok jobb egeret nyomni? Mondom, ez a tör, ez borzalmasan rossz. Ez össze-vissza működik. Megint, egyszerűen néha nem engedi. Nem értem. Rohadtul nem értem ennek a másodlagos tüzelési módját. Ez vagy nagyon fölöslegesen túl van bonyolítva, mondom. Hiába nyomom meg a jobb egeret, nem történik az égvilágon semmi. Pedig egy késnek ott kéne mennie, nem? Ott... Küss meinen himmlischen Arsch. Hát, valahogy működik, de ez... Hey! Dunklen Seelen am Morgen. Szerintem nagyon jókor változtam át, ez egy nagyon jó kör volt.
Azt kell mondjam. És akkor itt... persze, hogy bezárta nyilván. Sotit kéne használjam, de... ez a soti annyira borzalmasan gyenge, de hát most ehhez van a lőszerem sajnos. Nyílpuskában meg mindig spórolni akarok. Megpróbáljuk ezt. Halló? Hajd meg! Ez egy boss? Vagy most mi van? Na, köszönöm szépen! Nehéz szülés volt neki! És csak zöldet ad? Hát annak... ahhoz képest, hogy milyen sokáig bírta... hát azért ez... én azt hittem, hogy piros lelket fog adni, de... na já. Ciao. Mi? Ja. Mi ez a hang? Mi ez? Az szép volt. Ez mondjuk nem rossz. Sokkal jobb lenne ez a gépfegyver, tehát ennek a fegyvernek a másodlagos tüzelési módja, ez ilyen, ilyen gyors tüzelésű gépfegyver, tehát egy golyószóró mondhatni. Sokkal jobb lenne, hogyha pontosabb lenne. Az a baj, hogy túlságosan szór mindenfele, és iszonyatosan pontatlan. Ha pontosabb lenne, akkor több ellenfelet el tudnék intézniek. Hey! Nézz oda! Schmeckt nach Hühnchen! Ajaj! Na! Hol vagy? Mellé? Hagyjál! Húha, mi van itten? Húhú! Jó? A Soti valószínűleg azért ölte meg, mert már iszonyatosan lesebeztem őket a nyílpuskával, hát ez remek, ez meg elpazaroltam rájuk. Blagy. Nincs több lőszar. Na itt ez elég húzós volt. Hát... ez egy elég lepkefing mennyiség. Na, ezeket a tojásokat sem használtam még, és nem is fogom, mert én csak a jó fegyvereket használom. Na jó, nem.
Na? Das ist das Problem mit echten Männern. Wir haben kein Durchhalte. Nézz oda, hát meg sem jelenít, de már megmérgelsz. Hát milyen műsor ez? Azért ez ilyen, köszönöm szépen. Még le sem spawnolt rendesen, de már meg is sebzett. Az azért, az igen. Elfogyott az összes páncél, az így nem jó. Nem tudom, milyen fegyvert használjak, mert... Hallod, ez hogy kerüljem ki? Mondtam már, hogy mennyire extrém mértékben el van cseszve ennek a játéknak a balansza. Totális katasztrófa. Ez borzalmasan rossz. Anya! Au! Es gibt nichts über den Geruch von dunklen Seelen am Morgen. Ja, hogy... Aha, ide be lehet jönni. Jó! A legveszélyesebbet kiiktattam. Hadd veszekedjenek egymással, elintézik egymást, az nekem csak jó. Több lőszerem marad. Zsaruk nyertek? Jó van akkor. Halló! 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 Das ist das Problem mit echten Dämonen. Die haben kein Durchhaltevermögen. Ja. Na, még kettő lélek és átváltozok. Ezt ne hagyjuk itt. Finomság. Az mi? Nem tudom, valami ez lőszar. Hát te ki vagy? Hallod, mekkorára nő... Kerítésen keresztül nem tudsz bántani, ugye? Azaz, maradj csak ott, így van! Na, hogy megkerüld ezt a kukát, nekem az így jó? Nekem az így teljesen jó, hallod-e? Áó! Küss meinen halbdämonischen Arsch! Bizonyos helyzetekben az a kés sem rossz, ami inkább egy kard darabja, ugye? Végre! Köszönöm! Páncél! Jaj, de kellett már! Ez már nagyon-nagyon kellett. 211... Chambers Street Station... Enterprise... Hello?
Aja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 j
Oké. Szerencsére ők nem erősek. Na! Belial, ne kiabáljál, légy szíves, mert... Koncentrálnom kell. Ezek iszonyatosan sokat benyelnek, ezek a kapusznisok. Au! Mögöttem van, mi? Na jó! Nem áll! Kifagyott! Kifogyott a fagyasztóm, remek! Minden elfogyott. Mondom, ez a kés lúszart nem ér. Na végre. Mennyit bele kell daráljak ezekbe, mire megdöglenek. Azt a cirkusz. Hogy állunk? Na, hamarosan. Finish the level without any armor. Hülye vagy? Már megint mennyire totál őrült, elmebeteg, nonsense challenge az. Teljesítsd a pályát páncél nélkül. Hát persze, hogyne. Mazoisták előnyben, ugye? Azt a cirkus. A fejlesztők nagyon-nagyon nem voltak százasok. Extrém mértékben átestek alul túloldalára. Hát lassan minden fegyverem elfogy, tehát nem sok mindenem maradt. Jaj, de jó. És én mit csináljak vele? Küss meinen halbdämonischen Arsch! Azt hittem sokkal-sokkal erősebb. Nem akartam túl sok nyílpuskát elpazarolni egy ellenfélre. Ó! Oh. Metróállomás. Pontosan nem állomás, ez... ennek a vonatnak úgy sanyi. Most... ezt a kést használjam. Pénz... szét lehet? Igen! Ó, oda néz, az automatákat is szét lehet rombolni. Pénz. Lőszart, nem tudom mihez. Valamelyikhez biztos kaptam. Jó. Várjál. De jó. A soti leghasznosabb funkciója a fagyasztása, nélkül önmagában nem sokat ér, de hát nyilván azt nem ad a játék, mert az
értelmes, viszonylag hasznos cucc. Csak ahhoz ad lőszert, amivel nem érek el semmit kb. Például ez a tör, ez semmi. Küss meinen halbdämonischen Arsch! Hallod? Ugyanilyen ellenfél, hármat belelőttem, a másik belelőttem hatot, és még mindig ott szaladgált. Azt nevezem. Ezek az ellenfelek, ezek extrém mértékben bosszantóak amúgy. Houston, van egy kis problémánk. Jaj, de jó! Végül is... Én is immunis lennék mindenre! Az igen! Mindenre immunisak hallod. Mindenre is. Ezeket nem lehet megölni, vagy most mi van? Hüha! Lassan kifogyok mindenből. Mi? Ja, azt köszönöm szépen. Ide kéne gránát, de hát minden elfogyott. Minden használható jó fegyverem elfogyott. Ez teljesen elfogyott. Most már ez is. Persze, nyilván! Az összes lőszerem gyakorlatilag elfogyott, elment ezekre a extrém OP-s, végtelen unbalanszolt enemikre, és most jön még több. Végül is... így van, és még dobálnak is. Kifagyott. Nyilván. Persze! Persze! Nyilván most jön a nagy. Persze, amikor nincs... Az égvilágon nincs már semmim. Nyilván. Most jön a nagy. Így van. Jó, hát valami majd csak lesz. És zöldet ad, hallod? Zöldet ad, bele kellett pumpáljak. Megszámlálhatatlan mennyiség lőszer, de azért zöldet ad. Ez igen. Összes dögöt megöltem, ez...
Ez a pálya totális katasztrófa. Én ilyen rossz balanszot ellenfeleknél én még FPS-ben nem tapasztaltam, mint ami itt van. Tehát ez annyira nevetséges, komolyan mondom. Ez borzalmasan rossz így. Ó, atomerőműbe megyünk, de majd a következő részben. Hát mondom, ez a pálya, ez a totális katasztrófa volt. Leginkább az ellenfelek miatt, ami ezt a játékot mindenki kerülje el messziről. Tehát én csak azért szenvedek ezzel a szarral, mert kértétek, hogy folytassam. És hát egy hangyányit azért kíváncsi vagyok a kettő másik bossra. De egyszerűen ezek az ellenfelek olyan extrém mértékben unbalansz volt az egész, annyira nevetséges, hogy extrém mértékű HP-juk van, olyan sok lőszert benyelnek, hogy ez nem igaz. De továbbra is végtelen unfair a játék, tehát ez nem változott, de majd kíváncsi leszek erre az atomerőműre, hogy ott mi lesz, de azt szerintem ugyanilyen fos lesz. Majd meglátjuk. Ha minden esetre tetszett, nyomj egy lájkot, és tartsam legközelebb. Szevasztok!